A munka legnagyobb részét maguk a tulajdonosok végzik. Az esetek többségében ez ugye, mivel a családi tulajdonban lévő borászatokról van szó, ez azt jelenti, hogy a család tagjai, nagyszülő, maguk a család, ők, férfeleség, illetve a gyerekek végzik a szőlőben és a pincében is, ha nem is minden munkát, de a munka nagy része. És ebből kifolyólag lehető legnagyobb mértékben oda tudnak figyelni a legapróbb részletekre is, ami egy nagyobb üzemnél azért sokkal nehezebben megy. Hát ez azt jelenti, hogy kevesebb a technológia, és sokkal inkább a természetre bízzuk azt, hogy mi történik a borokkal. Tehát különbség van a különböző évjáratok között, hogy egyik évjárat melegebb évjárat, akkor magasabb alkoholt, alacsonyabb sabú borok vannak, egy hűvösebb évjáratban élénkebb sabú, lendületesebb borokat tudunk produkálni, és nem a borászati technológia határozza meg azt, hogy milyen lesz a végeredmény a bor, hanem éppen azt, hogy milyen volt az adott évjárat. És emiatt minden évjáratról évjáratra különbség van a borok stílusa között. Ezt meg lehet csinálni akkor, hogyha nincs sok borra az embernek. Tehát, hogyha nagyon sok bor produkál egy borászat, akkor azért jelen tömegízlést is meg kell célozni, és akkor egy kiszámítható stílust kell évjáratról évjáratra produkálni. És ha természetre bízzuk a borkészítés nagy részét, akkor ez nem fog menni. Tehát, hogyha egy borászatnak a borai évjáratról évjáratra nagyon hasonlítanak egymáshoz, akkor ez nem a véletlen művel, ott azért technológia is beleszól. Ha viszont kézműves a borászkodás, és a természetre bízzuk a dolgokat, akkor markáns különbségek lesznek a évjáratok különböző borai, a különböző dűlőkből származó, különböző fajták borai között. És ez egy sokkal érdekesebb, sokszínűbb képet ad, mintha ráhúzzuk a technológiát a borokra, és lesz egy uniformizált illat, ízvilág évjáratról évjáratra. Én nagyon bizakodó vagyok, mert azt látom, hogy nem sok olyan borvidék van Magyarországon, vagy akár a világon is, ami ennyire sokszínű tud lenni, ahol egy könnyű fehér bortól a Pinot Noir kadarka stílusú, bársonyos, jóívású vörösborokon át, a nagy robosztus vörösborokig, sőt, akár természetes maradékcukrot tartalmazó, aszusodott borokig, gyakorlatilag mindent lehet. Tehát a boroknak a teljes szortimentjét lehet produkálni. Ez melegebb borvidékeken nehezebben megy, mert nem tudnak szép fehér borokat készíteni, hűvösebb borvidékeken ugye nem tudnak nagy vörösborokat. Az egri borvidéknek a legnagyobb kincse pont ez a sokszínűség, és nem lehet általánosítani, vagy nem lehet ráhúzni az egri borvidékre azt, hogy ilyen az egri bor. Nincs. Az egri bor olyan, hogy nagyon sokféle. És pont emiatt vagyok bizakodó, mert azt látom, hogy az emberek egyre érdeklődőbbek és nyitottabbak olyan dolgokra, amik érdekesek, egyediek, ami nincs másütt, és mi pont ilyet tudunk produkálni. És ha lehetővé tesszük azt, hogy igenis kijöjjön a különbség a különböző évjáratok között, a különböző termőhelyek között, akkor nagyon-nagyon sokféle bort tudunk produkálni itt az egri borvidéken, és ez a mi legnagyobb értékünk szerintem. Ott tartunk, hogy van 9 hektár szőlőnk, és évente 15-20 ezer palac közötti mennyiségünk, és valószínű itt is fogunk maradni, nem fejlődünk tovább, tehát nem leszünk nagyobbak, és pont amiatt nem, hogy ha nagyobbak lennénk, akkor elvesztenénk azt, amiről eddig beszéltem, hogy megtehessük azt, hogy olyan bort csináljuk, amiért lehetővé tesz az évjárat, vagy amiért mi akarunk. Illetve a nagyobb méretnél már nem tudnánk mi magunk elvégezni a munkáknak a nagy részét. Tehát mi itt is szeretnénk maradni ennél a méretnél.